Jó reggelt, kedves nézőink! Egy különleges program lesz az egységről és a nemzet egységéről, hogy miért kell kimennünk a, a nemzethez, e, itt Izraelben, miért annyira fontos a terjesztés. Jó reggelt, Jakokkal, jó reggelt, e, ra, Rav! Tehát, hogy e, a jövő, tehát hitünkről lesz szó ismert hogy minden, amikor a felső világokról beszélünk, azt kizárólag a lelkekről szól. A Malkut az, az az izrael lelkeinek az összessége. Ez a teszből van. Adam Haris annak a lelke az a Bia verső világaiból származik, az Asziában keresztül leérkezett ide is, így született meg a Nefesúan a, -A szintjeink keresztül és az egész a Malkod de Acilutból, a Srinából származik, és az Arampén, amely gyakorlatilag az adakozás a Malkod irányába, amelyet királynak nevezünk, mivel a malhut e, fogadta be a lelkeket, ezt követően a Malhut e, nem, nem tud még mindent megkapni a lelkektől, mert a, ezt hívjuk halálnak, ez a megszerzés a megszerzés érdekében ezt elválasztásnak, és a teremtőtől való távolságnak, amelyet úgy nevezünk, hogy az életnek az élete. És azokat, akik ebből a távolságnak az Isten tőleket hívjuk haladnak. És az Ohár ír, írja, hogy az embernek állandóan agódnia kell a szentség felől, a szentség szomorúsága felől, mert a szentség a szomorúság az az, hogy ő nem tud e, e, Izrael gyermekeitől e, fény kapni, mivel és a szentséget eh, Izrael gyülekezetének nevezzük, mivel eh, önmagán belül eh, bőséget kell árasztani Izrael egészére, és ha Izrael a formegyezésre törekszik eh, a, a teremtővel, akkor gyakorlatilag a Malkotnak a felső adakozási erővel történő formegyezést hívjuk úgy, hogy Zerampim, és annak érdekében, hogy eh, megkapjon Izrael mindent, ezt hívjuk úgy, hogy a, a királynőnek a, az ereje, amely... És az, 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 időpont, amikor nem kaphatja meg a, a királynőtől a teljes bőséget Izrael, leszívjuk úgy, hogy a, a, a szentség is van is. És, 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 amikor e, újra egyesül e, Izrael összes gyermeke, akkor azt is nevezhetjük, hogy hogy Izrael teljessége kialakul, és ez az, amiről az ohár azt mondja, hogy Mózes Izraelben énekelt és dicsőítette az Istent, a királynőt, Istent és a királynőt, ez azt jelenti, hogy dicsőített, Mózes dicsőítette, dicsőítette Izrael, Izraelt, azaz ő önmagát korrigálta, és a, és, a, és a királyt dicsőítette, és a király az nem önmagában e, értendő, hanem a Malkut maga, azaz ők nem tudják elviselni a Malhutnak a szomorúságát, és ezért, hogy formányzásra törekednek vele, ezért a Malhutnak meg kell szerezni a képességet a tiszta adakozásra. Ez, amiről mondva van, hogy boldog az, aki megoldja, meg, megosztja Mózes érzéseit, mert ő tudja, ők tudják, hogy olyan kell a királynőn keresztül imádkozni a királyhoz. Tehát ez a tíz fira volt egy idézet. Hogyan kell. Most megpróbáltam rajzolni valamit, mondja Rav. Már van a képernyőm. Tehát először is van a világ. Ezt, ugye ezt az állapotot hívják Babilonnak, Bábelnek. Ez van egy kicsin csoport, amely levált Babilonról, és egyre közelebb kellett, kezdett kerülni mindenki egymáshoz, de ezt hívják Izraelnek. Ez egy belső sovárgás volt a teremtőhöz, ez Jasár kell egyenesen Istenhez. Ez egy csoport, amelyik Babilonból várt ki. És ezen túlmenően, ahogy ezt ismerjük, Egyiptomban száműzettel velettek, aztán kikerültek Egyiptomból, és összekeveredtek az egész világgal, és és együtt kell kilépnünk az utolsó számézetésből a világgal. Tehát a törés után, mikor összekeveredett az egész világgal, akkor újra számézetésbe került, majd kivonultak, és akkor már Izraelnek nevezettették magukat. És ez az, amit most érzünk Ábrámhoz hasonlóan. Bár akik követte őt, ugyanezen a módon vagyunk mi most összeválogatva. Tehát hogyan haladunk a korrekció felé, és viszük magunkkal az egész világot. Mivel itt egy integráció jelenik meg. Tehát itt Izrael. Itt van Izrael, és amire szükségünk van, az, hogy önmagunkat egyrészt az egész világhoz kössük, ez az, amit a terjesztés során megteszünk, másfelől pedig a teremtőhöz kössük. Ez a mi szerepünk. Ez, amihez nekünk most hozzá kell uh, uh, igazítani magunkat. Tehát mi az, amit magunk előtt látunk? Az egész világot nyilvánvalóan. Más pedig azt láthatjuk, hogy a, ta a tanulással és az egymással kapcsolattal a teremtőt tapasztaljuk meg. És a probléma az abban rejlik, hogy nem értjük pontosan, nem érezzük, nem tudjuk, Ez egy nagyon uh, egyedi állapot. Uh, nem érezzük ezt a, ezt a szerepet, és a, ezért a kabalisták elmagyarázták nekünk, hogy az egész dolognak a lényege az itt van, ez a kapcsolat egymás között és a teremtő között. És itt a teljes kabala bölcsessége itt kezdődik, oda is írja el, hogy kabala. Tehát a teljes bölcsessége a kabalának itt kezdődik, és elmagyarázza a számunkra számukra ezt a kapcsolatot, és ez bennünket egy különleges módon összeforraszt, és, az, és a teljes lényeg annak, amit teremtőnek hívnak, és a Malhut, ugye amelyik a királynő, ugye az a megszerzési vágy a hordozója, tehát mi most nem is a Malkutról beszélünk. A... Ki az a Malkut, amiről beszélünk? A Malkut az mindenikünkben van, a mindenikünk Malkutja. Ugye ez egy része a Malkutnak. meg kell frissíteni az internetet, sajnos megállt a kép. Mivel, hogy ezt mi tanuljuk, a Malkutnak 10 firából kell állnia. Tehát ez a, így nyilvánvalóan minden fényhez kapcsolódik, ahogy azt mi tanuljuk, a malkutnak 10 firából kell állnia. És aztán ez ráöltözik a Zai amely a teremtő. Tehát ez a teremtő, ez pedig a malhut. Tehát nyilvánvalóan a, a malhutnak egy pont először a malhut a hazétól lefele, a zájjön belül. És így kezdődik minden. És annak érdekében, hogy ez működjön, Ez az egység pontjának kell lennie bennünk, ahol mi egyesülünk egy emberként egy szívvel, és akkor ebben a pontban mi teljes egészében a teljes a erre a, a, a pontra fókuszáljuk, annak érdekében, hogy elérjük a teremtőt. És akkor a mahot valóban egy pontá válik, és ez a pont az elkezd az ellenpóhoz kapcsolódni, mert különben nincs kapcsolat az ellenpó és a mahot között. Tehát mi vagyunk az a darabja a mahotnak, amelyik a mahotnak megadja a létezését. Ki az, a ki az a mi? Az a, minden, az a vágy, az, amikor megvan a spiritualitásra való vágya, a spiritás létezésre való vágya, azok vagyunk mi. Tehát itt van az első, második, harmadikra, most nyilván rajzol. ezt nem látom még, ja, igen, itt van. Tehát itt vannak a vágyak, amelyek a fizikai világon belül sovárognak a spiritualitásra. Ha mindannyian, vagy mindennyi künk, megvan ez. Tehát a piros az az ego, és a fekete pont az egón belül, az az a vágy, amely a teremtés céljára irányul, a teremtőre. Ha mi megpróbálunk a vágyaink fölé emelkedni, és az ego alul marad, tehát a pontot fölemeljük a piros fölé, azaz, mi magunkra vonjuk a teremtőt ezáltal. Bár az ego éppen ellentétes irányba akar bennünket lerántani, akkor örülünk egy állapothoz. Ahol mi valójában le vagyunk válva erről a kapcsolatról, és akkor nem veszük figyelembe az egónkat, nem ebben a folyamatban. És az ira, abban a folyamatban, amit úgy hívunk, hogy a teremtőre való irányultság. És akkor ez a, ezt a kapcsolatot az egónkkal pedig úgy hívjuk, hogy cincum, megszólítás. Cincum, Én azt szeretném megkérdezni, hogy ilyen kokka, amikor megpróbálunk leválni az Egonkról, amit ön mond, hogyha mindenkivel összekapcsolódunk, úgy, mint ahogy itt le van írva, ahogy ábrázolva van, tehát ez a mi csoportunk, tehát mi egy nagy fekete, vastag, fekete pont vagyunk, mert a sötétség az nem akar, tehát ő akar a teremtőre vágyni, de nem tudja, hogy hogy tudja megtenni hogy kapcsolja össze ezt a, ezeket a pontokat. Tehát alatt, ha megsikerül ez a kiemelkedés az ego fölé, amely lerántja őt, amely a nagy gravitációs súlyt adja, és az a tömeg, amely sóvárog a teremtőre az, ego, az, az egóval egy a hátán, ennek van valamilyen fajta intenzitása, és minden alkalommal a körülfény fény jön és befolyásol bennünket, akkor elérünk egy állapothoz, amikor mi felfedezzük, hogy le tudtunk válni az egóról, tehát végrehajtjuk azt a cincumálefet. Oké, de ez a tömeg. Ugye ezt hívjuk egyébként egyébként, egyébként számüzetésnek, amikor leválunk, és a, és a szökésnek, a kivonulásnak, amikor leválunk a, az egónkról. Tehát, tehát, ez a hatalmas tömegen belül, hogyan... Tehát az erőfeszítések, amelyek az amelyek óriási erőfeszítést kell tennünk arra, hogy összekapcsolódjunk, és hogy mi lehessünk azok, akik megtanítják az embereket erre a kapcsolatra a nemzeten belül. Igen, nézzük meg az előre rajzot, mondja. Mondja, tehát itt van az előző rajz ott van, ahol ugye a világ. Az a zöld plecsni. Tehát mi a világban vagyunk, nekünk mindenek előtt arra van szükségünk, hogy a teremtőhöz kapcsolódjunk valamilyen módon, és ezért köztünk egységnek kell lennie. Kiepítünk egy csoportot egymás között, Izraelen belül, tehát az hogy csoport, de mi nem tudunk igazán a spültás felé ellépni, ha mi nem, ugyanak ezzel egy időben nem kap teszünk meg mindent annak érdekében, hogy mindezeket a lelkeket ne szabadítsuk ki az egóból. Tehát, tehát ugye ez a negyedik megváltás, elértünk ebbe az idő, ebbe a időpontba, tehát ugye Bábel után, és az, az emberiség történetében, tehát mondjuk 1500 valahánytól 1500-as évektől 2014-ig tart, ugye ez Ari ideje egyébként. Oké, tehát akkor Ábrahám vezette ki a saját ö, oktatóit ö, egészen hozzá a mi időnkig. Igen, volt egy csoport, amelyik az adakozás felé akart fordulni, a teremtőre akart irányulni, és az egész világot maga után akarta vonni és ami feladat, és a, ezt a, aki ezt a feladatot viselt, ezt Ábrám nevezik. Oké, de akkor Izrael gyermekei, akik formányzésre törekednek. Hát mi gondoltok hogy mi az, amikor a Tóra Ábrahámról beszél? Mit jelent ez? Én nem akarlak benneteket összezavarni. Tehát azt gondoljátok, hogy Ábrahám egy ember volt, vagy egy elképzelés, egy idea. Ugye a feladat. Ez, ez Ugye ez egy mozgalomnak a, a, szellemi ereje volt. Akkor ez egy mozgalom volt mosolyogjákokkal. Vagy gondoljátok, hogy volt egy, egy fickó egy bottal, és aki mindent össze akar törni. Hát úgy hangzik. Úgy hangzik, mondja, mert először a tóra, mondja, szó szerint. De miért kellene ilyennek lennie? Ábrahám, ez egy irányultság, egy mozgalom, egy, egy, idea, egy filozófia, egy világfelfogás, és ezt nevezzük Ábrahám, vagy Avraham, ahol ami az, az atya a nemzetnek, és nyilván egy felfogást is jelent, egy filozófiai halmazt, ami megszervezte az embereket maga körül, akik másfajta módon akartak élni és létezni. Nem a test felé akartak fordulni. Tehát egy szélesebb dimenzióban nézve felfedezhetjük, hogy mi magunk is elhetjük Ábrahamnak a szintjét. Oké, na de na akkor mi is létezünk, hogy megtanuljuk... Tehát miért kezd megtennünk, hogy megtanuljuk az embereket? Miért kezd megtennünk? Azért, mert... Azért, mert nekünk gyakorlatilag abból az állapotból, amiben most vagyunk, nekünk meg kell ragadnunk mindent. És mindent, ami ellenében van az adakozásnak, azt transformálni kell az adakozásban. Hogy tudom ezt elmagyarázni? Tehát meg, meg kell szereznünk edényeket, hiányokat, vágyakat, melyeket később, amelyeken ben később felfedezhetjük ö, azt a valóságot, ami a teljes valóság, a valóság az egy más, azt a valóságot, amely egy másfajta mondat megközel. Mi a, tehát mi volt ez a korrekció, az a személyes őrültsége volt Ábrahámnak, kérdező Benzi? Tehát ö, ez egy új vágy volt, ami megjelent benne? Az ő vágy az gyakorlatilag az adakozás volt a teremtett lényeg fele. Oké, tehát akkor Ábrámnak a feladata az egyfajta ideológiai feladat volt, mondja Jakuka. Tehát, ha most beszélek valakivel, egyez egybe itt Izraelben, hogyan tudom én, hogyan tudok az egész rendszert úgy, amit Ábrahám leírt, azt a rendszert közelebb az ember kolleciójához. 3500 évvel ezelőtt az emberek többé-kevésbé, ugye Báberben, azok az emberek, akik többé-kevésbé Báberben éltek, ugye ez a mai izraeli lelkek, ők, vagy egy részük megértette, hogy nem élhetnek azon a módon, ahogy éltük, mert, egy, mert, egy, mert, a hátuk mögött lihegett egy válság, amely nyomta őket arra, hogy kutassák, hogy miért élünk mi, miért, mi a életének a lényege, és ők megértették, legalábbis egy részük. Tehát, hogy hatalmas törésben voltak, ahogy az mondva volt, és ez a tömeg, vagy egy része megértette, tehát ott volt mondjuk 5000 ember, tehát volt mondjuk három ember, ez egy egészen nagy civilizáció volt, három millió, és abból néhány százezer, pár megértették, hogy a természet egy, egy folyamatot vezére, van egy kép, van egy képlete a fejlődésnek, és ez, ez, egy erőhöz kapcsolható, és ezt az, ezt az erőt nevezik, vagy nevezték, ami működtette ezt a fejlődést a, a, a működtető erőnek, és akkor van a működtetett lény, és ez minden szintjén a fejlődésnek ez a kettő közötti szerep nyilvánult meg, és ez vitte el a teremtményt előre, egy új szintjére a létezésnek, a következő szintjére a létezésnek. Tehát a mi világunk ez, tehát, mintha ilyen megálló lenne, tehát valamifajta mozgást, valamifajta fejlődést érsz el, és akkor tovább néz. Tehát ők megértették, hogy ezt az utat, ezt kizárólag innentől a következő szintre, az emelítés körműzetkörös szintjére, azt az emberiséggel együtt tudják megtenni, növény növényállati szintek, és ehhez a szinthez hozzáadtak valamit, ez volt Ádámnak a szintje, itt vágyakról van szó, tehát mindig, szint, mindig vágyak szintjéről beszélünk az egész lényege adónak az a vágy, ásványi növény állati szintek, és ezek a vágyak gyakorlatilag azok Ádámnak a szintjei, és Ádámnak a lényege, az mindig a vágy. Tehát ez a teljes teremtésnek a lényege, ahogy ezt mi megértjük, tehát ha mi megváltoztatjuk a módszert, a, mód, a módszert, ahogy, módszert, ahogy a megszerzési vágy anyaga eh, aktiválódik, mégpedig úgy, hogy egy újfajta módon aktiváljuk, azaz a természet felső ereje ami egy aktiváló erő, felhasználjuk, mert mi a természetben vagyunk bezárva, meg tudjuk változtatni azt a kontrollt, ami, amilyen módon érvényesül rajtunk a természet ereje, és akkor a viselkedésünk a természettel szemben is megváltozik. Nyilvánvalóan nem azon a módon aktiválódik, ahogy ma aktivál bennük egy közvetlen módon, hanem mi föl tudjuk használni a teremtőnek a forrását. Ebben rejlik az egész különbség a, a kabala módszer által, most ezt Ravle is fogja rajzolni. Tehát vagyok én, én egyfajta forrást aktiválok, az oda van, hogy bore. És akkor én a bore által vagyok aktiválva, egy, de egy egoista módon. Én ezen a módon nekem van a létezésnek egy szintje, ami ásványi növényi állati szint, 1, 2, 3. Ádámnak a szintje az emberben, az még nincs, nem áll a rendelkezésemre, de van ez a szint természetesen, de a, de azáltal, amit én kapok a Teremtőtől, e, azt arra használom föl, hogy őt magát helyreállítsam magamban. És akkor megjelenik egy különbség a létezésben, akkor már nem az ásványi növényi állati szinten kezdek el létezni, hanem a negyedik szinten hirtelen oroszul kezdtünk el írni, tehát az Ádámnak a szintje. Mi történik akkor, amikor mi egyesítjük az ezzel a rendszerhez való érzéseinket, Márkó, Zerampin, Sekina, tehát, hogy mi, tehát, még nem érezzük ezt a rendszert, hogy hogyan működik. Még egyszer kezdve. Tehát amikor mi érezzük a rendszert, neked nincs, neked az elvet kell megint, nem kell itt érezned semmit. Tehát, hogyha te azon a módon tudod magad aktiválni, hogy folyamatosan a működtető erőt megkapod a teremtőtől, tehát te működtető maradt. Működtetett marad, bocsánat. Ez a létezésnek egy, egyfajta megnyilvánulása. És az a második fajta dolog, amikor elkezdesz visszafelé adakozni a teremtőnek, a örömet a teremtőnek, akkor egy másfajta létezésbe leszel. Mert annak érdekében, hogy megismerd a teremtőt, aki működtet téged, cselekedeteket az végre, de addig, amíg ez nem történik meg először, ugye a hátulját látod a teremtőnek, és ezt fogod fáraónak nevezni, és vele kezdesz el együttműködni. Tehát valóban te őt akarod helyreállítani magadba, olyan akarsz lenni, mint ő, és ezáltal nyilván azt is elmondott, hogy kijelentett, hogy te nem akarsz többé olyan fajta működtetett lény maradni, mint előtte volt. Ez egy forradalom, egy tudatossági forradalom az emberi lényen belül, ami megnyilvánul, és ez az, amit Babilonban Ábrám még felfedeztek is. Utána egy részük követte ezt, a, azt az elvet, mert az ő életükön belül valami elkezdett ezáltal meg, megváltozni. Nyilvánvalóan a teremtő tudattalanul befolyásolni kezdte őket, tehát gyakorlatilag kötelezte őket erre belül, na már át is írta a rabb az Ádám szót. Tehát azáltal, hogy működni kezdett bennük, dolgozni kezdett bennük, vágyakozásokat adott nekik erre, és, és itt mindenféle bajokba taszította őket, amit úgy nevezünk, hogy válság. Ez már így volt Babilonban is. És ezért keresztül mentek mindenféle dolgokon. Ez egy rossz érzés volt itt. Én szeretnék ugye tehát mi most ugyanebben az állapotban vagyunk, ugye 2014-ben. Hol vagyunk itt 2014-ben kezdődik akkor Mi ugyanebben az állapotban vagyunk, nagyon hasonlóban magyarabb. Tehát itt a... egy halott életet látom magunk körül. A problémánknak a lényeg az, a Babilonhoz hasonlóan, hogy nem ismertük fel a teremtőt, nincs ismertünk a teremtőtől, tehát ez egy kicsi csoport ismerte föl csak, Tehát, hogy ez az egész aktiválásra, az tulajdonképpen a teremtő érkezik, és meg kell, és hogy megértsük önmagunkat, ezért van a felébresztés, és az egész világot megtanítassuk arra, hogy megértsen magát. Oké, de akkor ez a periódus, amikor mi sóvágunk, és mi akarjuk a teremtőt, hogy feltárjuk őt, igen, mondjára. Miért van az a szükség arra, miért van, miért szükséges az, hogy az embereket egyesítse ez? A mi számunkra ez elkerülhetetlenül szükséges, hogy Izrael fizikaiságára is vágyjunk, a fizikai kapcsolatra, mert ezen belül a szikrák, akik olyan a szinten vannak, amit már a múltban megszereztek, azokat aktiválni tudjuk. Tehát a, ugye az első templom, második templom elrombolásánál, Egyiptomnál már ott voltak, és mi már ott valamilyen kontaktus voltunk a teremtővel, és ezt mondunk kell magunkkal. Tehát mi már voltunk abban az állapotban, hogy valamilyen kapcsolatunk a teremtővel, Tehát itt láthattátok ezt. Tehát mi ezt az állapotot kell, hogy újra magunkra mondjuk, ezért azok a szikrák, akik léteztek ott, nekünk szükségünk van rájuk, szükségünk van rájuk ismét rá, annak érdekében, hogy az intenzitást ö, tőlük felemelhessük. Hiszen Ábraham nem tudott volna kilépni negyedül Babilonból, embereket vitt magával annak érdekében, hogy együtt fedezzék fel a teremtésnek a célját, és csak emberek, mert ő rájött arra, hogy csak emberek kapcsolatán belül lehet ezt megvastani, tehát valóban, te a következőt kérdezted valójában, mondja Rab, hogy milyen fajta mennyiségnek kell lennie itt, milyen erejű kapcsolatnak, itt a pöttyök között, ott van a szumát, oda is írtam, mekkora teljes erőnek kell itt megnyilvánulni annak érdekében, hogy ki tudjak lépni együtt közösen az egó hatalma alul, és elkezdhessék érezni az alakozásnak ezt a fajta működtető erejét. Igaz? Igen. De én ezt nem tudok megmondani. Én nekem tényleg nincs erről fogom sem, annyira. Tehát mindenek előtt itt valami új kezdődik, ami soha nem történt előtte. Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy van 600 ezer, mit jelent a 600 ezer? Nem tudom magyarul. Tehát ide hogy 600 ezer. De mi ez a 600 ezer? Nem tudom. Ez lehet 8 ezer, lehet 200, nem tudom. Hogy ez hány fizikai embert jelent. Vagy ez 6 millió, vagy 600 ezer. Én nem tudom kifejezni emberi létszámban ezt az intenzitást, mert a 600 ezer, ez egy intenzitás, ez az Arich Ampinnak a szintje, a gadlut állapotban, amikor, amire rá kell, hogy ébredjünk. Oké, okay, de akkor amikor Ábrámtól példát akarunk venni, amely Miről, mit kell az embereknek mondanunk? Hogy kell az embereket ráébresztenünk, és mire? Tehát mi a sekináról kell, hogy beszéljünk, arról, hogy a teremtőt boldogá kell tennünk. Ezekkel megszervezettek valami fajta intézetet, amely Ábrámnak az elképzelését ismertet az emberekkel, és ennek a nevében ti egy hatalmas széles terjesztésbe, ennek a filozófiának, ennek a hozzáállásnak megfelelően, ez az élet céljának megfelel. Oké, de ez az, amiről nagyon kis mennyiségű ember beszélt itt, tehát ön azt mondta, hogy ez egy olyan periódus, amikor mindenkinek egyesülnie kell, csak a kis csoportnak, igen, de nekünk ki kell menni, úgy, ahogy ők kimentek Egyiptomból, nekünk is ki kell mennünk egy bizonyos fajta intenzitással. Tehát egy bizonyos fajta erőre van szükségünk, ami. olyan, mint egy, mint egy kicsi balon emelne ki bennünket ebből az egészből. Oké, de ez a balon. Ugye. Ami csak 20 négyzetméter, az nem bír meg engem kiemelni. Ezekkel a balomnak egy nagy erő. A léggömbnek, hogy felemeljen bennünket. Oké, de akkor hol van az a pont, ahol valóban fel tudjuk egymást emelni? Hát nekünk a terjesztésbe kell kezdenünk, úgyhogy ezt Ábrám tette. Nyilván a saját eszközeinkkel. Oké, de csak ennyi, hogy terjesztjük. Igen, publikáljuk, terjesztjük. És akkor ez egy felébresztés indít majd el. Az emberek terjesztők csatlakozni fognak hozzánk. És itt egyfajta önvizsgálatra van szükség, amit el kell érnünk az emberekben. Nem szükségszerűen mindenki fog egyetérteni velünk, de ők jönnek, van, aki marad, van, aki megy, de mindenki vizsgálatot visz. Ez egy aktív terjesztés vagy egy passzív terjesztés? Hát Ábrahám egy nagyon aktív terjesztés volt bekezdett, mivel Nimrod, Babilon királya, aki abban az időben volt, Babilon királya nem értett egyet természetesen Ábrámmal, és nem szerette volna, ha távoznak ezek az emberek. Oké, tehát az a mozgalom, ami nekünk van, hogy ki kell kilépnünk az embereket és egyesítenünk kell Mit kell tennünk? Mert egyfelől, az, ha valaki azt érzi, hogy nehéz az emberekhez beszélni, másfelől pedig el kell egy állapotot, ahol valóban azt érezhetjük, hogy, hogy érzem azt az embert, aki velem szemben ül, hogy át tudja neki adni valamit. Hogy tudom ezt a kettőséget feloldani? Nem értelek téged, mondja Hát mi ebben a nehéz? Ha te elmagyarázod az embereknek, hogy ők hogy tudnak baj kijön a bajokból. Mert, ha, ő, mert az emberek baj, mindenféle bajban vannak. Annak érdekében, hogy az egész világ ugye egy borzasztó sebességgel zuhan bele az egyre nagyobb bajba, amit válságnak nevezünk. No, senki nem tudja, hogy mi történik, senki nem tudja, hogy mi lesz holnap, mi lesz ma. Mi egy olyan vagyunk, mondja Rav. Hát mit tudnék erről neked mondani? mindannyian érezzük ezt, hogy mekkora baj van. És akkor ebben az állapotban neked el kell érni az egész világot, és azt kell neki mondanod a világnak, hogy ez a lehetőség, hogy miért történik ez egyáltalán, mi történik és miért történik ez. Azért, egy meghatározó célral történik ez a válság. A természet van a hátterében, amely nyomni akar bennünket, nyomás akár akar helyezni bennünket. És ezáltal mi mindig fejlődünk. Tehát mi mindig a természet kapunk egy nyomást, annak érdekében, hogy tovább tudjunk haladni. És ez alkalommal a fejlődés az nem csak azáltal történik, hogy mi előre menjünk, és, és harcoljunk valaki ellen. Hát ki ellen harcoljunk, mindenki ugyanabban a bajban van. Hát mindenki ugyanabban a bajban, ha bajnő, ugyanabban a hajóban. Tehát akkor, ha én legyőzöm, akkor, akkor mi történik? Semmi nem történik. Tehát semmi más nincs, hogy ne egymást, és akkor. Tehát él élni akarunk valahol, nem kell megoldani, és ha el tudok menni bárhol élhetek az egész világban. Tehát manapság az emberiség, az emberiségnek nincs olyan baja, nincs olyan problémája, amely földi módon megoldható. Tehát sokkal inkább egy olyan állapotban vagyunk, amikor nincsenek eszközeink arra, hogy hogyan fejleszünk ezt a helyzetet, mert minden eszköz, ami a rendelkezésünkre áll, azon, az, az ebben nem segít, és mi más tudnánk tenni? Tehát tudjuk, hogy minden, ami történik, az azért történik, hogy az emberiség zavarodottságot érezzen. És tehát nem úgy van, hogy valahol kezdjék egy forradalom. Hát láthatjuk azok az embereket, akik, akik most mindenféle forradalmakat csináltak különböző országokban. Mindent leromboltak, például Ukrajnában. Lerombolják az országot. És mire jó ez? Hova fognak jutni? Menj vesznek előrébb. Ez a dolog többet nem fog segíteni érdemes megnézni az, az arab tavaszt, mennyit segített az arab országokon. Semmit nem segített. Ez csak gyakorlatilag a belépés volt a, a, rombolásba. A helyzetből semmilyen előnyük nem fakadt, ugyanis a természet kötelez bennünket arra, hogy ne külső cselekedetben nyilvánítsuk meg ezt, hanem belsőkben. Tehát nekünk meg kell változni. És ezért kell mindenki, ezt a hírt kell elvinni mindenkihez, hogy annak érdekében, hogy ki, ki akartak ön a válságból, akkor egy belső forradalomnak kell történnie az emberen belül, és nem egy külső forradalomnak kell megtörténni, ez a mi üzenetünk. És így kell kilépnünk az emberekhez, és nekünk ezért van egy módszerünk, amely meg kell, hogy az embert. És ez nem csak azt jelenti, hogy, hogy, valamit itt meg kell tennünk ebben a világban, hanem valószínűleg ez egy teljesen új dimenzióban az egész emberiséget. Valami, ami sokat nagyobb érzékelés lesz, mint amit most érzékelünk. És ez a hozzáadás, ez, a hozzáadott dolog, ez olyan óriási, amely, hogy ez teljesen le van válva arról a fajta materializációról, ami mi elképzeljük, hogy mi történik. Tehát ezen a módon, ezen a módon mondja Rav, az ember nem azt fogjuk érezni, hogy benne élünk ebbe a halott állapotban, hanem meg fogjuk érezni azt, hogy mi a valódi élet, és ez fölé annak az állapotnak, amiben ma vagyunk. Tehát ez az, amit el kell érnünk. És természetesen ez az, ahogy megtudunk oldani minden problémát, ahogy minden kérdésen túl tudunk kerülni. Ez az irányultság, amit nekünk meg kell ragadni. Oké, lassan közeledünk a program vége fel, ez az első fel ennek a beszélgetésnek. Tehát, hogyan tudunk mi valóban egy oktatói sereggé válni, hogyan érezhetjük, hogy itt az ideje annak, hogy kiáramoljunk és megtegyük azt, amit meg kell tennünk, hogy a komosságát meg tudjuk ragadni mindennek, ahogy Bárhaszolám és Rabas mondta ezt, hogy mi valóban érezzük a felelősséget, hogy átadjuk magunkat teljesen egészen ennek a folyamatnak. Hát én nem tudom ezt megmondani, én, én minden meg, elmondtam nektek, ami kell, ennél többet nem tettek értek, tehát meg kell éreznetek, hogy nincs más választásatok, hogy ezt a módszert megragadjátok, mert az egyetlen módszer, amivel kijöttünk a válságból, ezt az embernek el kell, kell magyarázni a válság különben állandóan terjedni fog, ki fog terjedni, tehát én azt kívánom nektek, hogy legyetek okosabbak, és valóban képesek legyetek felismerni és megvalósítani, hogy minden csak ezen a módon valósult meg, és akkor foglaljuk össze ezt a rövid leckét, és menjünk át a következő leckére, viszlát!